6 óra 42 perc van. Jaj! Gyors látogatást teszünk a szegedi vasúti pályaudvaron. Már megint megy vissza. Te mindig csak mész. Először azt hittem, hogy ingyen osztogatnak valamit. Azt gondolná az ember, hogy egy első osztályú vagon kicsit jobban néz ki, de... Hát ez a vonat elment, mi meg akkor autózunk vissza Makóra. Van egy putya utasom. Szegény csíkú, szerintetek 100-nál le fog röppenni? Biztos, hogy le fog röppenni. Segítek rajta, gyere! Áthelyezlek ide! Szia, csíkú! Szeretnék beszélni egy kicsit a munkámról. Ugyebár azt már elmondtam nektek, hogy mivel foglalkozom. Nem olyan régen megismerkedtem egy új ügyféllel. Igazából ezek a dolgok nálam online működnek, tehát nincs személyes ugye, kapcsolat, de e-mailben és Skype-on bármikor elérhető vagyok. És ennek az ügyfélnek kellett készíteni egy esettanulmányt. Na és most nekem egy ilyet kellett készítenem. Az ügyfelem az egy holland cég, aki webshopoknak árul termékvéleményező bővítményt. És ez a cég keresett meg engem, hogy készítsek neki egy ilyen esettanulmányt, szépen felöltöztetve, amelyet aztán ő tud felhasználni saját marketing célra, illetve el tudja küldeni a potenciális ügyfeleinek. E-mailbe elküldte a cég nekem ezt az esettanulmányt, ami eléggé nagy terjedelmű volt. Az első koncepció az volt, hogy készítsek belőle egy egyoldalas kis valamit. Na most az volt a baj ezzel, hogy egy ekkora terjedelmű dolgot nem lehet egy oldalba bezsúfolni. Bontjuk szét részekre. Igazából így született meg ez a design. Ez az esettanulmány, ez egy sürgős munka volt. Ez körülbelül fél nap, még kicsivel kevesebb, mint fél nap alatt sikerült összehoznom. Amikor elkészültem a végleges koncepcióval, akkor ugye az történik, hogy elküldöm az ügyfélnek, hogy véleményezze. Nézze meg, nézze át, hogy minden rendben van-e vele, vagy ha esetleg van valamit, amit kifelejtett belőle, vagy hozzá szeretne még rakni útközbe. Hát
ennyi lett volna ez a rövid kis dizájn sarok a vlogban. Ha tetszik és szeretnétek még több hasonló ilyesmit látni a vlogban, akkor kommenteljetek a videó alá, vagy lájkoljátok a videót. Eljöttünk a lányokkal megnézni ezt a filmet. Nagyon kíváncsi leszek rá. Ha vége a filmnek, akkor mondok róla egy pár szót. Egészen ufósok ezek a szemüvegek. Hány pontos volt, Gabó? 10-es. Szerintem is egy 10-es volt. 10-es. Sírtunk is, nevettünk is, de többet nevettünk, mint sírtunk. Nagyon jó, mindenkinek nagyon ajánlom a figyelmébe.